Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a kígyó lehet egy megújulás, jelenthet változásokat, mint egy újjászületés. A kígyó jelenthet mellékutakat, vagy egy gyógyító erőt is. Itt a hegy, az lehet hegyvidék, jelentheti a téli hónapokat, hogy akkor lesznek nála változások. De néha a kígyó jelent egy nőt. Ez lehet a társnője, vagy az ex-társnője, lehet az anyukája, a testvére, lehet egy kolléganő, és ezzel a nővel problémái vannak, hiszen ez a hegy utal a gondokra, a nehézségekre. Valami nyomasztja őt, itt van egy nő a közelben, és a kapcsolat nem túl jó kettőjük között. Hogyan érzi magát? Itt a park jelenteni tulajdonképpen a nyilvánosságot és az elismeréseket. De megjelennek a park mellett az egerek. És ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Most ő úgy érzi, hogy a nyilvánosságon mások nem veszik őt észre. Az is lehet, hogy ez a nő valamit beszél róla, pletykálkodik, és emiatt mások elutasítják őt. Tehát ő nem érzi most jól magát. Mit fog tenni? Itt ugyan még valami átláthatatlan, ezt jelenti a felhő, lehet, hogy nem tudja, hogy viszonyulsz hozzá, és elhiszed azt, amit mások róla mondanak, vagy pletykálkodnak, holott ő ártatlan, mint egy gyermek. Ez a kislány utalhat persze gyermekekre is, de jelenthet egy új kezdetet. És akkor eltűnik ez a felhő, kiderül az igazság. Mi fűz össze benneteket? Itt tényleg kiderül az igazság, hiszen kisüt a nap. És ez kimutatja a valóságot. A nap a vonzalmat is jelenti kettőtök között. Megbízhatsz benne. Itt lesz ez a vonzalom, ő látni akar téged, akkor is, ha kezdetben valami átláthatatlannak tűnik, ő majd elmagyarázza az eseményeket, és te megértő leszel vele szemben. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!